Sziasztok, pacsi mindenkinek, én Danubia vagyok, és ma a Foundation-ös küldikben fogok nektek segíteni. Tehát a Battle Pass-ra kattintva, ha rámentek a kis foundation-os képre, akkor ott oldalt a jobb alsó sorokba fogja mutatni, hogy az egyes kinézeteket melyik questekkel tudjátok igazából megszerezni, és most végig fog menni az összes questen, hogy segíthessek nektek. Tehát az első quest három különböző helyet kell meglátogatnunk, ugye a szobrot, Seven Outpostot és Sanctuary-t, szerencsére ezek közel vannak egymáshoz. Tehát láthatjátok, hogy három helyet kell meglátogatunk, van az a nagy szobor, az a Miroknak néz ki, meg van egy Seven Outpost, az lent az a kifli alakú lesz, rosszat jelöltem be egyébként, és ugye van Sanctuary, az ami ott van a folyó tóparton inkább, egyébként öböl partján, ugye láthatjátok, hogy Sanctuary-be érkezem először, ott is van a minimappon, láthatjátok, és innen gyorsan át fogok majd futni szembe ugye a második locationhöz, ugye amit keresünk, tehát a Rock sziklához, vagy ez a szobrához végül is. Ugye kapott ez a mi játék eleje óta, és hát a season eleje óta bent van, és innen pedig odafutok az a kis kifli alakú szigetre, mert ott lesz a Seven Outpost, és ott be is fogja nekem jelölni a harmadik helyet, amivel meg is szereztem a küldetést. A következő küldetés az nem más volt, mint hogy sniper rifle-lel valakit le kellett lőnöm úgy, vagy meg kellett sebeznem, hogy, és le kellett lőnöm, hogy közben googolok. Tehát nagyon fontos, hogy közben googoljál, és úgy kellett valakit ugye lelőni, és ezáltal meg lett ez a küldetés is, szóval feloldottam a következőt. A következő küldetés az volt, hogy 4 darab shield potion-t kellett meginni egy meccsen, tehát úgy kellett 4 darabot meginni, hogy egy meccsen belül. Hát ugye ezt a jobbak úgy is megcsinálhatják, hogy ugye mennek végig a pályán, és akkor sebződnek, akkor újra töltenek, stb. Én viszont szerettem volna ezt egy picit felgyorsítani, vagy egyszerűbbé tenni, úgyhogy a küldetések során inkább az egyszerűséget fogom nektek megmutatni, és itt nekem az volt egyébként a célom ebben a küldetésben, hogy kerestem egy botot, mindenféleképpen egy olyan botot kell, ami alapból nem lövöldöz engem, tehát egy sima botot, és fogtam ezt a botot, és meglőttem egyszer, és utána ő engem addig lesebzett, és gyorsan meg tudtam inni a másik két potiont, tehát ezt a shieldet, és akkor ezáltal meglett ez is, hogy ugye megsebeztem, és akkor láthatjátok, hogy mindjárt visszalövöldöz, mondjuk elég pancsér volt, de legalább sikerült a questet megcsinálni, mert megittem a shieldeket. A küldetés ez nem más, mint hogy van ez az új location, ami most megnyílt, ugye ez az üreg, ez a lyuk, és akkor itt kell chestet és ammo boxot nyitni, 3 darabot, szóval nem lehetetlen megcsinálni. Csak vigyázni kell a botokra, meg vigyázni kell a sok playerre, mert amúgy nagyon sokan ugranak ide, mivel hogy ez egy új hely. A következő küldetés az nem más, mint hogy csákánnyal kell sebezni ugye ellenfelet, ugye 100-at kell sebezni egy csákánnyal, tehát tulajdonképpen meg kell valakit ölni, vagy a shieldjét kell leszedni. Ezt nagyon egyszerűen meg tudjátok tenni, azt a kis helyet, ahol jelöltem, ugye vannak itt botok, és képzeljétek el, hogyha az egyiket lenokkoljátok, és mint láthatjátok, hogy elkezditek csákányozni, akkor beszámítja a másikat is egy picit, hogyha lesebzitek, akkor már mutatja, hogy 82-t sebeztem is, és ha elég ügyesek vagytok, akkor a botokat is viszonylag easy-n le lehet csákányozni, és megvan a küldetés. A következő questnél érdemes Tilted Tavernnek a foci pályájára ugrani, hiszen ott van egy NPC, akire nekünk szükségünk van, őt ugyanis fel lehet bérelni, mivel a következő küldetés az az, hogy 1000 métert kell futni együtt az NPC-vel. Szóval
nagyon gyorsan érdemes itt ugye megvenni tőle ezt a lehetőséget, hogy tudjatok együtt futni, és villám gyorsan próbáljatok meg, vagy próbálj meg vele elfutni 1000 métert. Na most legyetek nagyon óvatosak, mert még nagyon sok a szemtelen ember, láthatjátok, hogy a nyomi próbálja kilőni az NPC-t mögülem, de azért szerencsére nem sikerül neki. És illetve nagyon vigyázzatok, mert más trollok is vannak, akik azért jönnek, hogy, vagy követnek benneteket, hogy ugye lelőjék az NPC-teket, szóval ez legyetek óvatosak, és hát ugye 1000 métert kell együtt az NPC-vel gyalogolni, úgyhogy ez se lehetetlen megcsinálni, csak szükséged van hozzá aranyra. Na hát a következő követés nem más, mint van ez a Gunner nevezetű NPC, ami lent van szintén a barlangba, és az őt kell ugye megölni, vagy legalább asszisztálni kell a halálába, ami hát nem egyszerű, mivel nagyon sok az NPC körülötte, és más playerök is vannak, plusz neki van valami szuper eleje, meg sokkal erősebb, mint a többiek, úgyhogy láthatjátok, hogy elég sok lőszerembe került egyébként, mire én le tudtam őt szedni, úgyhogy nem volt annyira rossz, illetve hiába építesz, meg ilyenek kilövi alólad, meg megy oda ugyanúgy, mint mondjuk egy rendes player, hogy keresi a rést, hogy hol vagy. Láthatjátok, hogy itt majdnem megölt amúgy, próbáltam healelni, de megjelent oldalt. Úgyhogy nagyon nehéz volt egyébként megölni, lehet, hogyha többen vagytok, akkor könnyebb, viszont ez az egy szerencsém volt, itt elbújtam, képzeljétek el, és itt nem tudott nekem rontani, és itt meg már szépen leszettem a heavyvel. Úgyhogy így szereztem meg ezt a Gunnert, kell keresnetek, ez egy NPC bosszerűség, és jó kis lootot ad egyébként, mert van nála egy aranykártya, ha kinyitjátok, akkor bejuttok a szépbe, és itt csomó minden van itt, annyi XP van itt, hogy az csak na, úgyhogy érdemes egyébként megölni, összelootolni a cuccokat, mert tényleg rengeteg láda van itt, látjátok itt mindenféle lőszer, stb. Úgyhogy ez egy tök jó például kezdőhely, hogyha megölitek. Következő küldetés nem más, mint headshotolni kell szürke vagy zöld fegyverrel. Meccsen belül bemész és megpróbálsz headshotolni szürke vagy zöld fegyverekkel, és akkor így kell 500-at sebezni. Az utolsó küldetés pedig az, hogy egy ilyen 7 outpostos helyre kell landolni. Ha rákattintasz a térképen, akkor meg fogja mutatni neked, hogy hol van pontosan, és akkor valamelyik helyre leugrasz, mindenképpen oda kell landolni, és utána a top 10-be kell bent lenni, tehát a sok sikert mindenkinek, köszönöm a figyelmet, és nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a kódomat használják, ami nem más, mint a Manzona. Vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő videóban, köszönöm, hogy megnéztétek, ha bármi kérdés van, írjatok kommentbe. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, pacsi!